Jó reggelt, szerda van. Oktoberfest lesz a mai napnak a programja. Na, szia, kérlek mutatkozz be. Józsa Lilla vagyok. Mesélsz nekem erről a lépcső mozgalomról, hogy... Hogy nem mesélnék? Ez egy roppant izgalmas mozgalom egyébként, még elég friss, de nagyon durva magaslatokig fogunk egyébként feltörni vele. Marketing mesteresek projektje ez, felelős marketing tárgyból, és az a célunk, hogy az embereket megmozdítsuk, és ne legyenek lusták, és ne kelljen sokat várniuk a lifttel, ezért lépcsőzzenek helyettek. Olyan feszes feneket csinál egyébként, hogy nem is gondolnák ja, tudom, az emberek. Ja, tudom, én sokat szoktam lépcsőzni. Igen, látom. Meg ugye a futás is hozzátesz. Annyit kell csupán tenned, hogy felgyalogolsz pici lábaidon a harmadikra, ahol a kolléganőim is mosolyogva várnak és szeretettel. Egy plakáttal kell fotózkodni, amit feltöltetek a Facebook oldalunkra, a Lépcsőz Facebook oldalra. És igen, igen. Nem annyira bonyolult, egyébként kettő zével van. Őt is bele kell írni, vagy csak ú. Jó. Mindenképp. És sorsolunk. Jó, nagyon szépen köszönöm, nagyon hogy, szívesen. Hogy elmondtad nekünk. Mi most elmegyünk és megnézzük a harmadikon a kolléganőidet, hogy hogyan is játszanak, vagy hát mi, nekünk mit is kell játszanunk. Ti is játszatok mindenképpen. Mindenképpen fogunk. Megéri. Egy körülbelül két percen belül indulunk, megnézzük. Feszes feneked lesz, és még nyerhetsz pulcsit is. Hát mi kell még? Nem kell más? Ja, fizet, bocsánat. Jó, nagyon bocsánat. Szépen köszönöm. Én is köszönöm. Akkor nektek egy további szép Oktoberfestet. Nektek is. Jó sörözést. Mert? Gyere. Most ófejek leszünk, hogy így lépcsőzzük. Szerintem mi pont téged keresünk. Igen. Ja, fellépcsőztünk a harmadikra. Igen. Megtaláltuk a standot. Hogyan tudunk játszani? Selfie-kkel csinálunk a lépcsőn. Nyomunk rá egy lájkot. Gyakran jársz erre? Igen. Aha. Főleg lépcsőn. Te is minden nap szoktál. Ha nem lépcsőbe jövök, olyan, mintha itt se lennék. Már én nem hallatszik semmi. Mondd még egyszer. Szóval, hogyha nem a lépcső jönnék, olyan, mintha nem is jönnék be órára. Ugye? Nagyon. A lépcsőzés az kell. Fú, nem. Látom, nem. Neked is jó feneked van tőle. Hát nekem mindig is jó fenekem volt. De a lépcsőzéstől főleg. Menjünk. Azzal a lifte, vagy azzal a lifte? Itt vagyok most a Cartoon Networknek a saját standjánál. Itt kolbász fogunk kóstolni, ilyen kifejezett kis grill kolbászkákat. Ahogy látom, itt a lányok felszeletelték, így nagyban sütik, ipari mennyiségben sütnek. Szóval, hú, most már kezdek éhes is lenni. Kóstoljuk meg, milyen kis kolbászkáik vannak. Kifejezetten jó. Ezt is nagyon tudom ajánlani. Mustárral még jobb. A mustár is házi? Nem, ezt vettem. Ezt vettétek? Vettétek. A metróba is vettem. Azért minden nem kért bele egy napba. Ez mondjuk igaz. De kifejezetten jó.
megérkeztük az utolsó állomásunkra. Itt a kajajegyünkkel most veszünk magunknak egy hotdogot, amit a lányok itt elkészítenek nekünk serényen. Hoppá, mindenki felpattant, mindenki az én hotdogot akarja elkészíteni. Kinek adhatom oda a kupont? Odaadjuk a kupont, és itt várjuk a hotdogot. Ugye a hot dog az a fajta kaja, amit egyszerűen nem lehet szépen enni, vagy legalábbis kevésbé krutymákolósan. Hát akkor nézzük, hogy milyen hot dogot raktak nekünk össze három munkafázisba, vagy bocsánat, igazából négy munkafázisba a hölgyek. Ez is olyan kaja, mint itt a Oktober Fesztivál az összes, mindegyikből érdemes, hogy több adagot enni. Ez is az a fajta étel, amiből mindenképpen jó lenne még egy kört. De ugyanígy vagyok így a fitness kolbásszal, amiket végig tudtam kóstolni nagyon sok helyre, ahova odaértem, már elfogyott. Szóval sajnos nem sikerült mindent megkóstolni, de ahova tudtam menni, ott kifejezetten finom ételek voltak, és mindenki szívét lelkét beleölte abban, hogy nekünk elkészítse ezt a kaját. Itt is látok, ahogy a hőstandon a kedves kolléganők négy munkafázis alatt megcsináltak nekünk egy tökéletes hotdogot, és kifejezetten finom, köszönjük nekik! I'm Pickle Rick!